Sziasztok, kedves nézőim! A brit királyi gárda már régóta az Egyesült Királyság egyik népszerű látványosságának számít. A gárda tagjai gyakran szerepelnek filmekben és tévéműsorokban. A különböző vígjátékokban a helyiek is a turisták egyaránt szinte minden alkalommal megpróbálják közelről megvizsgálni a katonákat, és valahogy kimozdítani őket rendíthetetlennek tűnő nyugalmi állapotukból. A zavaró mozdulatok, behatások közben a gárdisták állóképességüket és közömbösségüket demonstrálják. Vajon lehetséges őket feldühíteni a való életben? Mai videónkból megtudhatjátok a választ, és még sok egyéb más kulisszatitkot is elárulunk nektek az őrök életéről. Valószínűleg minden turista, aki legalább egyszer járt az Egyesült Királyságban, készített egy képet a királyi gárda katonáival. A ködös Albionban az uralkodó és a királyi család személyi őrsége már több mint 3 évszázada szolgál. Az őrség tagjai arra esküdtek fel, hogy akár saját életük árán is megvédik az uralkodót. Napjainkban is ezek a magas és termetes vörös egyenruhás őrszemek vigyázzák a rendet a híres rezidenciák közelében, különösen ott, ahol a király gyakran tiszteletét teszi. Az őrség a brit honvédelmi minisztériumhoz tartozik, 5 darab gyalogezredből, valamint 2 darab lovasezredből áll. A kiválasztási folyamat nagyon kemény. A különleges erők, a rendőrség, a királyi tengerészgyalogság, illetve számos más alakulat legjobbjai alkotják a gárdát. A királyi gárdába bekerülni minden brit katonának nagy megtiszteltetés. A katonák folyamatosan a legmodernebb fegyverekkel gyakorolnak, és magas szinten űzik a különféle harcművészeteket. Az elmúlt 20 év során a gárdisták minden nagyobb katonai műveletben részt vettek, köztük Koszovóban, Afganisztánban, Irakban és még Szíriában is. Ahogy azt már említettem, a gárdisták irigylésre méltóan erős kitartással büszkélkedhetnek. A civilek viszonylag közel merészkedhetnek a katonákhoz, bár nekik nincs joguk kívülállókkal párbeszédet folytatni. A gárdisták parancs nélkül nem mozoghatnak. Ezt kihasználva a turisták gyakran megközelítik őket szolgálat közben, hogy közelebbről is szemügyre vehessék a katonákat, és készítsenek pár fotót velük. Ezzel még önmagában nem is lenne baj, de azokban az esetekben, amikor a járókelők viselkedése már megalázza a királyi gárda tagjait, a gárdistáknak nem csak hogy joguk van, hanem kötelességük is erőszakot alkalmazni. A turisták naívan azt hiszik, hogy az őrök játékkatonák, akikkel gond nélkül lehet viccelődni. De ez valójában nem igaz, mert ha túl messzire megyünk, akár kaphatunk egy-két pofont is az arcunkra, de az is lehet, hogy más testrészünk fogja bánni vakmerőségünket. Soha ne érintsétek meg a királyi gárda tagjait, bár hallgatnak és közömbösek lesznek felétek, de csak egy darabig. Amellett, hogy az őrök jól kiképzett harcosok, szolgálati fegyverük része a szurony is, amelyet nem fognak elfelejteni használni, ha a helyzet úgy kívánja. A gárdisták egyenruhájának leghíresebb darabja a magas fekete medvebőrkalap. A katonák évszaktól függetlenül mindig meleg egyenruhát viselnek. Az őrsapka legalább 3 kg-ot nyom. Az elmúlt években az állatvédők számos akciót szerveztek, hogy rávegyék a kormányt arra, hogy a medveprémet műszőrre cseréljék. A természetes szőrme mellett a kormány azonban azzal érvel, hogy a műszőrmével ellentétben a valódi prém minősége semmilyen időjárási körülmény között nem romlik. A vöröskabátos katonák minden nehézségük ellenére találnak pozitív momentumokat is munkájukban. Ilyen pozícióban például csak szerződéses alapon ajánlhatnak nekik munkát, bérük pedig a szolgálati időtől függően emelkedik. A királyi gárda katonáinak évente ünnepélyes fogadást is rendeznek, amelyre kísérőt is hozhatnak. A kísérő általában a gárdista anyja, barátnője vagy felesége. Erzsébet királynő a parti ideje alatt személyesen kereste fel és üdvözölte mindegyik házaspárt, sőt még egy rövid párbeszédet is igyekezett lefolytatni a vendégekkel. Kiemelt figyelmet érdemel a nagy-britanniai királyi gárda zenekara, amely időnként az egész világot elkápráztatja zenei kompozícióinak széles választékával. 2007-ben például Szaúd-Arábia királyának az Egyesült Királyságban tett állami látogatása során a zenekar a hagyományos himnusz helyett a Csillagok háborúja birodalmi menetét játszotta. Más alkalommal pedig a királyi gárda zenekara közvetlenül a Buckingham palota előtt játszotta el a Trónok harca című sorozat főcímzenéjét. A rendszeres őrségváltás során sok más dallam mellett néha még a Beatles dalai is felcsendülnek. Természetesen nem a brit királyi család az egyetlen uralkodó család, aki szokatlan ruhába öltöztetett gárdával büszkélkedhet. Továbbiakban nézzünk meg más példákat is. Ha azt halljátok, hogy svájci gárda, biztosan ti is arra számítotok, hogy ezek a katonák palotákat őriznek és valamilyen királyi családot védenek Svájcban. Svájc helyett azonban az Apennini-félsziget közepén találjuk meg őket, a világ legkisebb államában, a Vatikánban, ahol a katolikus egyház fejét védik. A pápa rezidenciáját őrző svájci gárda 1506. január 22-én alakult meg.
A gárda nem csak a Vatikán fegyveres ereje, hanem a világ egyik legrégebbi és egyben legkisebb hadserege is. A középkorban a svájci zsoldosok egységei számos európai államban jelen voltak. A királyok és a császárok nagyra becsülték a svájciakat, bátorságukért és odaadásukért. A gárdisták gyakran inkább meghaltak, mint hogy visszavonuljanak, még annak ellenére is, hogy nem a saját hazájukért harcoltak. A Vatikánban II. Gyula pápa parancsára hozták létre a svájci gárdát. II. Gyula pápa hivatali ideje alatt folyamatosan különféle háborúkat vívott. Miután hűséges katonákra volt szüksége, a svájci katonák mellett tette le a voksát, mert az esetleges intrigák miatt nem bízott honfitársaiban. A gárda tagjai ezen kívül csak néhány alkalommal vettek részt konfliktusokban. 1527-ben a gárdisták megmentették 7. Kelemen pápát, 5. Károly császár csapatainak Róma elleni támadásakor. A gárdistáknak később fegyverrel a kezükben kellett megvédeniük a pápát a 20. században is, amikor a fasiszta csapatok bevonultak Rómába. A háború alatt egyetlen német katona sem tette be a lábát a Vatikánba. Napjainkban ők őrzik a Vatikán bejáratát, a pápa és az államtitkárok szobáit, ellenőrzik a városállamba való bejutást, felderítést végeznek és segítő információkat is adnak a zarándokoknak. Amikor a pápa nyilvánosan elhagyja a Vatikán falait, személyes védelmet nyújtanak neki, mindig a közelben vannak. Az őrség egy modern katonai alakulat megfelelő kiképzéssel és felszereléssel. Az alakulatban összesen 110 fő szolgál. A jelöltekkel szembeni követelmények meglehetősen szigorúak. Szükséges a svájci állampolgárság, az életkornak 19 és 30 év között kell lennie, a testmagasságnak legalább 174 cm-nek kell lennie, illetve a jelölt nem lehet családos ember. A gárdistának katolikusnak kell lenniük, középfokú végzettséggel kell rendelkezniük, valamint teljesíteniük kellett már a kötelező katonai szolgálatot. A vatikáni szolgálat minimális időtartalma 2 év, a maximum idő 20 év lehet. A gárdistáknak tilos a bajusz, a szakál és a hosszú haj viselése. Házasságot csak külön engedéllyel, 3 év szolgálat után köthetnek, és csak és kizárólag katolikus vallású nőkkel. A spanyol királyi őrség. A spanyol királyi gárda a történelem egyik legöregebb fegyveres testülete. Különböző források szerint az első említést a 7. vagy 11. században tették róluk. Az őrség egyetlen célja a spanyol király és a spanyol királyi család személyes védelme. A különítmény 1900 darab magasan képzett és rendkívül fegyelmezett katonából áll. Annak ellenére, hogy a gárda szinte folyamatosan ünnepélyeken és rendezvényeken vesz részt, a világ egyik leghatékonyabb és legharcképesebb különítményeként tartják számon. Ne tévesszen meg senkit az egyenruha, az őrök közül sokan ugyanis a különleges erők egykori tagjai, akik számos modern háborúban jelen voltak. A gárda a legkülönfélébb tapasztalattal rendelkező katonákból áll, ideértve a haditengerészetet, a királyi tengerészgyalogság tagjait és még a légierő ejtőernyőseit is. Az ilyen harcosokkal nem éri meg viccelni. A norvég királyi gárda. Egykor a Norvégia királyi gárdája csak egy 38 fős lovas századból állt, idővel azonban a király személyi gárdája egy egész zászlóaljra bővült. Az őrség 1856 óta létezik, a legfényesebb pillanatokat a II. Világháború idején élték meg, amikor a bátor katonáknak sikerült megakadályozniuk a királyi család és a kormány tagjainak elfogását. A gárdisták a háború alatt később sikeresen harcoltak Közép-Norvégiában a németek ellen. Egyenruhájuk vadsága és sötét színe miatt a fekete ördögök becenevet kapták. A háborús sikereknek köszönhetően a gárda tagjai hős státuszt kaptak a norvégoktól, de az egykori hősök ideje mára már lejárt. Ma az egység fő feladatai a norvég király és a királyi család védelme és a királyi rezidenciák, különösen az oszlói királyi palota védelme. Ők a főváros védelméért felelős főgyalogos egység is. Mindenki biztos lehet abban, hogy a királyi őrség komolyan veszi küldetését. Ezek a srácok valóban nem tréfálnak, de minden durvaság ellenére van egy bájos részlet is, ami a királyi gárdához tartozik. Ő Nils Olaf a pingvin, aki az edinburghi állatkertben él. A norvég királyi gárda hadnagya, aki a katonazenekarok felvonulására érkezett Skóciába, annyira megkedvelte a pingvint, hogy úgy döntött, hogy az ezret fogadott fiává teszi, és 10-es fokozatot ajándékoz neki. A királyi gárda minden egyes látogatásakor, a katonai zenekarok edinburghi felvonulásán Nils Olaf rangja minden egyes alkalommal emelkedett, míg egy napon lovaggá ütötték. Ennek az eseménynek a tiszteletére egy egész alakos bronzszobrot állítottak fel neki az edinburghi állatkertben, valamint a norvég királyi gárda oszlói főhadiszállásán is kapott egy emelvényt.
A Tongai Királygárda. Az Egyesült Királyság, a Vatikán és Spanyolország meglehetősen jól ismert európai államok, de Tongáról csak kevesen hallottak. Tonga egy csendes óceáni állam Polinéziában, amely 117 darab szigetből áll. Összesen mintegy 100 000 ember él itt, a turistákat nem számítva. Kevesen tudják, hogy korábban ez az állam volt az 1000 éves múltú Tongai Birodalom központja, ahol számos császári dinasztia uralkodott. Most már csak a király 6. Tupou áll a kis szigetállam élén, akinek a biztonságáért amint egy 230 fős tongai királyi gárda felel. Remélem nem gondoljátok azt, hogy ez a létszám nem elegendő. 1900-ban az alapításkor az őrség csak egy 45 fős szakaszból állt, és egészen 1971-ig a tongai rendőrség része volt. Ma a király védelme mellett az őrség a király családját is védi, részt vesz a szertartásokon és segít a hatalom fenntartásában. A könnyű kézilő fegyverek mellett az őrök gyönyörű tisztelgő fegyverekkel is rendelkeznek. Bár ezek az eszközök lenyűgözően néznek ki, csak a különleges alkalmak során kerülnek elő. Videónk itt véget ért. Lájkold, ha valami újat tanultál, írj megjegyzéseket és nézd meg videónkat legközelebb is. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!